Tarlós Istvánnak 9 éve egy szava nem volt. A kórházak állapota... A Facebookon hangolt program bemutatójára Kálmán Olga. Múlt hétvége óta több videót is megosztottak a DK főpolgármester jelöltjének közösségi oldalán. Ezekben kritizálta a fővárosi egészségügy állapotát, a magas albérletárakat, vagy a kánikula idején csak nem 40 fokosra hevülő hármas metrót. A videók a programbemutató időpontjával és Kálmán Olga szlogenjével értek véget. Ez a Volt TV-s korábbi műsorainak címére emlékeztet. Egyenesen Budapestért. A programot az egyik budapesti kávéházban mutatták be. Kálmán Olga azt mondta, sok emberrel beszélgetett az indulása óta, és a legtöbben az egészségügy állapotára panaszkodtak. Három számot jegyezzenek meg. A DK főpolgármester jelöltje létrehozna egy fővárosi ügyfélközpontot, amin keresztül bárki 5 perc alatt időpontot foglalhatna a szakorvosi vizsgálatokra. Szerintem meg kell oldani, hogy 15 percen belül bárki eljuthasson egy ügyeletes gyógyszertárba, 25 perc alatt pedig az ügyeleti ellátásra. 25 percen belül ki kell derülnie annak, hogy egy budapesti valamilyen betegség tünetekkel rendelkező állampolgár hova kell, hogy forduljon, hol kapjon azonnal ellátást. Az ígéretek második csoportja a tisztaságról szólt. Kálmán Olga szerint naponta fel kell mosni az aluljárókban, hetente fel kell söpörni az utcákat, és havonta le kell cserélni 10 előregedett buszt a tisztább levegőért. A vállalásom az, hogy havonta pedig 10 a Roncsderbé parkba tartozó BKV buszt elektromosra fogunk cserélni. A DK főpolgármester jelöltje 18 éves korig ingyenessé tenné a BKV-t, parkolni készpénz helyett csak mobillal lehetne, a hármas metró nemrég felújított vonataira pedig légkondit szereltetne. Szerinte Tarlós István mostani főpolgármester nem tudta megakadályozni az iskolák és az egészségügyi intézmények államosítását, és azt sem tudta elérni, hogy a főváros többet kapjon vissza az itt termelt személyi jövedelemadóból. A kormánynak akar megfelelni, és nem a budapestieknek. Az előválasztás holnap indul, és jövő szerdáig tart. Az ellenzéki pártok ezen döntik el, hogy az őszi önkormányzati választáson kit támogassanak a Fidesz jelöltje Tarlós István ellenében.